Kevesebb mint 3 nap van hátra az Oscar díj kiosztóig. Idén is szólíthatunk magyar filmnek. Deák Kristóf Mindenki című filmjét a legjobb rövid film kategóriában jelölték. Az esélyekről és a többi jelöltről Balázsi Panna újságíróval beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt, nagyon reggel van, úgyhogy legyetek kíméletesek. Kíméletesek veled? Nem baj, van ott papírod. Senkivel ilyenkor korán reggel. Van esélyünk? Szerintem abszolút. Pont erről beszélgettünk Péterrel 2 perccel ezelőtt itt a kanapén. Szerintem abszolút van. Láttátok? Láttátok a Peti igen. Én láttam, igen, Zsuzsi, ugye azért kérdezi, mert a Saul fia tavaly nyert, és hogy van egy olyan lendület, hogy ilyenkor újra nyerhet magyar film, vagy ezt azért nagyon, hogy mondjam, fiókozzák ott, és akkor nem. Nem, szerintem így felkerültünk ilyen szempontból a térképre, úgyhogy ez egy izgalmas dolog, úgyhogy aki teheti, Deák Kristóf Mindenki című rövid filmjét nézze meg mindenki. Általában mi alapján dől ez el, hogy kilobbizik jobban ott ilyenkor? Én nem tudom, de hát eleve ott kezdődött, hogy Deák Kristóf azt mondta, hogy én vagyok annyira bátor, és tartom annyira jónak az én produktumomat, hogy benevezem, nem? Szerintem ez a lényeg, itt kezdődik az egész, hogy hiszek benne, és van bennem annyi bátorság, meg mersz, hogy egyáltalán elkezdjem. És beigazolódott, tehát neki volt igaz. És azt meg, hogy abszolút befutó, abszolút esélyes. Jó van, legyen így. Térjünk és rá, ami abszolút befutó, én nem is értem, de tényleg azt mondják, hogy én nem értem. Kaliforniai álom. A La La Land, tehát hogy nyilvánvalóan, nyilvánvalóan egy csomó. Igen, de figyelj, Hollywood mindig szereti azt, amikor bemutatnak egy olyan történetet, ami pont róluk szól, és arról, hogy az álmaidat kompromisszumok nélkül megvalósíthatod, és ez erről szól. De nem jó a film. Hát az más kérdés. De kapott 14 jelölést. De nem láttál még olyan Oscar-díjas filmet, amire azt mondtad, hogy de miért? De, igazad van. De tényleg, tehát, hogy a múltkor a Náva Jenikóval beszélgettünk, aki azt mondta, hogy szerinte csak rossz állapotban láttam a filmet, mert hogy szerinte ő meg 14-szer nézte meg, és hogy zseniális. Én meg, hogyha fizetnének, se nézném meg még egyszer. Rászóltak a mozikban, hogy folyamatosan véleményezte a filmet, ki akart megküldeni. Komolyan. Hát erről hosszasan beszélgethetnénk, de alapvetően én is egyetértek veled, hogy nem volt semmi katarzis, nem volt semmi új. Ryan Gosling pont olyan volt, mint az elmúlt 10 filmjében, hát ez szerintem. Az. És mégis jelölt. És Emma Stone jó volt. Szerintem Emma Stone jó volt egyébként, de Ryan Goslingot nem is, vagy őt is jelölték a legjobb férfi? Kit? A Ryan Goslingot is jelölték? Sőt, nyert is Golden Globe-ot, de mondjuk a vígjáték kategóriában, úgyhogy nem valószínű, hogy ő viszi most az Oscar. És akkor Stone kisasszony Natalie Portman elől, mert azért Jackie egy komolyabb alkotás. Hát, hogyha a korábbi díjátadókat vesszük figyelembe, akkor valószínű, hogy Emma Stone viszi el. És azért Portmannek már van egy Oscarja, azt se felejtsük el. És azért ez a Jackie, és bocsánat, megérdemeltem. Az egy film volt. Abszolút. Tehát az valami zseniális. Az zseniális volt. Igen. Ki lett a nagy vesztes, a Holdfény? Nekem az nagyon tetszik, az a film. Kapott 8 jelölést, de hát... Szerintem már eleve nem lehet vesztes. Az egy nagyon izgalmas történet sok-sok szempontból. Az egyik az, hogy az idei Oscar abban is különbözik az elmúlt évekétől, hogy most fekete vagy kisebbség emberek is nagyon sok jelölést kaptak, ami egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ilyen szempontból már van egy nagy előrelépés. Egy része fel volt háborodva tavaly az afroamerikaiak hiánya miatt. Azt mondom, hogy most viszont számos jelölést kaptak. Például a színész kategóriákban mindenhol vannak. Én csak a kritikákat olvastam a Holdfénnyel kapcsolatban, amik mind pozitívak voltak, igen, és egészen elképesztően hosszasan méltatták a filmet. Az egy nagyon fontos társadalmi témát boncolgat, és a feketék közti, és főleg a szegények, tehát a szegény feketék közti homoszexualitás és annak elnyomása, ez az alap témája, és nagyon szépen. Tehát hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, hogyan igen lehet ebből felállni, mik a kiutak, hogyan lehet ebből társadalmi válaszokat adni. És ami csodálatos, és tényleg senki ne értse ezt félre, de az, hogy Barry Jenkins, aki rendezte, ő egy heteroszexuális férfi, és megrendezett egy ilyen filmet, pedig mindenki azt gondolta, hogy ehhez olyan fajta érzékenység, vagy személyes érintettség kell, hogy valószínűleg ő is homoszexuális, de nem. Úgyhogy ez is egy érdekes csavar ebben az egész. Beszéljünk arról, hogy neked vannak a kedvenceid. Tehát mik azok, nekem a Holdfény az abszolút Holdfény kedvencem, az egy sokkal erősebb film minden fronton, mint a La La Land, vagy Kaliforniai La La Land. Álom szerintem. 8 jelölést kapott, és
azért az elmúlt 4 évben az a trend, hogy a 4-ből 3-szor megosztották a rendező, a legjobb rendező és a legjobb film kategóriákban a díjakat, tehát hogy nem ugyanaz, a Birdman volt az egyetlen kivétel, de hogy nem ugyanaz a film nyerte, és ugyanaz a rendező nyerte. Uh-huh. És valószínű, hogy tehát most is erre számítanak, hogy lehet, hogy mondjuk Damien Chazelle megnyeri a La La Landért a rendezés, de a legjobb filmet a Holdfény kapja, vagy fordítva. És van egy nagy visszatérés, Mel Gibsonnak megbocsátott Hollywood a szélsőséges nyilatkozatai után, és most jelölt újra. Az egy jó rendező szerintem. Abszolút. Hát, hogy a Fegyvertelen katona, az is egy nagyon érdekes sztori. Hát arról szól, hogy valaki elmegy a hadseregbe úgy, hogy a vallása tiltja azt, hogy ő fegyvert fogjon. Képzeljétek el, hogy valaki elmegy háborúzni úgy, hogy soha nem vesz a kezébe fegyvert, és megment 70-valány embert. Így, hogy egyszer nem dördül el a fegyver. Nagyon szép történet az is. Hát Panna, meglátjuk. Nagyon köszönjük. Három nap. Így van. Már csak annyit kell várnunk. Köszönjük szépen.